Az 50-es évek végén új csodabogarak jelentek meg a hegységekben és a Balaton partján. A turisták. Általában szervezett formában munkahelyi vagy szakszervezeti csoportokkal érkeztek. A belföldi infrastruktúra igencsak szegényes volt. Jó részt a még a háború előtt épített és azóta alig karbantartott turistaházakra és szállodákra épült, fürdőszoba nélküli szobákkal, hideg, rosszul világított vendéglőkkel. Igazán kellemes környezet. Ha a kedves vendég parancsolja, még kellemesebbé és célszerűbbé tesszük. Hogyan? Ha úgy kívánja, tévét szerelünk a szobába. Ha írógépre van szüksége, azt is beszerezzük. Most már szívesen indulok. De? Nézze, én a vendég, más szállodákban is megfordulok. Jó lenne ezt másút is meghonosítani. Igyekezni fogunk. Hát akkor én megyek is. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Ne haragudjon, ami biztos, az biztos. Nem kísérne el? Szükségtelen. Hiszen a szálloda jó szelleme mindig ott várja a vendéget a szállodában. Jó utat! A viszontlátásra. A viszontlátásra. De kár, hogy nincs a kékes a Balatonon. Azért ne búsulj, édes, ezt nem akarom. Most elhagyjuk egymást, de jobb lesz majd meglást. Fenn a hegyen, és közbe velem. Csolnakon száll hullámzó habokon át. Küldesz majd képet nékem, s én bánni fogom, hogy az a kékes miért nincs a Balatonon. Pár hét múlva lebarnulva visszajössz újra hozzám, de addig is sokszor gondolj rám. Ezt majd képet nékem, s én bánni fogom, hogy az a kékes miért nincs a Balatonon. Két hét múlva lebarnulva visszajössz újra hozzám, de addig is sokszor gondolj rám. S én várom a boldogságom, ha újra az ajkat csókol már.